életem, ez az életem. Csak néhány kéz, csak néhány kéz marad a sok ezerből, aki segít nekem, aki segít neked. Kemény vagyok, te ezt mondod és te ezt gondolod rólam. Ez így igaz, ez így igaz. Azt mondod jó nekem, jó van én elhiszem, de nem tudsz mindent, félek. Félek, hogy jobbra én is félek. Vendégünk Csillag Endre és Donászi Tibor. Sziasztok, sziasztok, szép estét! Hát Csuka 65 és Zserbó 60 névre hallgat a koncert, amiről többek között beszélgetni fogunk, és nem azért, hogy udvaroljak, de csak egy kicsit. Nagyon meglepődtünk itt a számokon. Hát, mi a titok, a rock az ennyire frissen és fiatalon tart? Hát úgy látszik, hogy konzervál. A kislányom az 4,5 éves, ugye? Tehát akkor wow. Gondolom, hogy ebből kifolyólag az ember ugye konzerválódik egy picit, de a zene az tényleg, hát a színpad az örökké fiatalon tartja az embert. Annak ellenére, hogy azért a tükörbe belenézünk minden reggel, akkor látjuk, hogy Ugyan dehogy. Azért kell csak minden másnap belenézni. Ennyi. Egyébként rengeteg év van mögöttetek, és több zenekar. Bizony. Most egy kicsit ilyen összefoglaló koncert lesz ez. Hogyan indultatok el? Hogyan válogattatok? Hát tulajdonképpen a válogatás az nem volt nehéz, abszolút törvényszerű volt, ugyanis a műsor gerincét képezi az a repertoár, amit az átosztály formáció játszik a mai napig. És hát nyilván ehhez hozzájönnek azok az adalékok, akik a vendégeink lesznek. Tehát mint például Sipos Péter, Kerültes Ildikó, Kalapács József, nem csak János, ugye? Csoki János, jól mondtam. Nagyon jó, hogy említed így a... Izgalmas lesz. Nagyon jó, hogy említed a vendégeket, ugye ennél a koncertnél beszéltünk a zenéiségről, de arról is, hogy nektek mindez mit jelent, ugyanis visszajönnek régi barátok, régi ismerősök, gondolom lehet nosztalgiázni, és rengeteg régi élmény előkerül. Egy-kettőt meg tudtok velünk osztani? Hát annyi élmény van, hogy az, de órákon keresztül tudnánk beszélgetni. De hát ez a múltunkból, ugye azok, akivel együtt játszottunk a karrierünk során, tehát gyakorlatilag azokkal találkozunk jelen, ugye vasárnap este, és hát nem tudom, hát biztos, hogy rengeteg olyan történet fel fog elevenedni, ami így az embernek. Dinoszaurusz találkozom. Dinoszaurusz találkozom. Mennyire nehéz ilyenkor ezt összeszervezni, mert hogy ezer felől vagytok. Hát nagyon, nagyon. Ebbe az oroszlán részt ezt a Mirkovics Gábor, a Zserba, aki most pont nincs itt, mert egy rádióba ad interjút. Tehát szintén erről a koncertről is többek között. Szintén erről a koncertről beszél. Úgyhogy gyakorlatilag ővé az oroszlán részt, tehát ő dolgozott a legtöbbet, hogy ez létrejön, ez a koncert. Tehát... Jó, és amikor a próba van, akkor sztorizással kezdődik azért? Igen, vagy csak, igen, a sztorizása soha nem lehet kiadni, tehát az mindig van, viszont most nagyon sokat próbáltunk, mert ennyi embert összehozni azért ez egy komoly feladat, és ugye az ember ugye azért felejt néha dolgokat. De gondolom azért az ilyen próbák előtt így a szervezés alatt szépen összeültök, mindent megbeszéltek, és hogy ugye mondtátok, hogy rengeteg dal lesz ezen a koncerten, de azért egy-kettőt úgy említsetek meg, mert ugye nektek evidens, hiszen ott voltatok a próbán, és minden ott van a fejetekben, de mi mindenre számíthatnak a rajongók, csak így a teljesség igénye nélkül? Hát
azok a dalok gyakorlatilag a mi részünknek az oroszlán, tehát az oroszlán része az a, azok, az a, azok a dalok, amiben mi részt vettünk annak idején az Eddában például, vagy a Bikiniben, amikor játszottam a Zserbónak, meg a Hard nevezető, a Kalapács Józsival, és ezek lesznek az estnek a főbb mérföldkövei. De lesz Keresztes Ildi is, és külföldről jön egy énekes, a Björn Rodin, akivel a Hardban együtt kezdtünk el dolgozni, tehát nagyon érdekes este lesz, és rengeteg vendég. Tehát, a két ünnepeltet hagytátok érvényesülni, és ez tulajdonképpen a dalok összeállítása az így, az rájuk hagytátok, vagy azért beleszóltatok? Én csak ünnepelt helyettes vagyok. Azért kérdezem, hogy mennyire hagytátok őket érvényesülni? Úgyhogy én most háttéremberből előember lettem. Hogy hagytátok, hogy... Hát természetesen nyilvánvaló, ez a két ünnepeltnek a privilégium volt, hogy ők válasszák ki. Jó, tehát hagytátok őket, hogy legyenek. És szerintem nagyon jól kiválogatták a repertoárt, úgyhogy lesznek régebbi dolgok is, közepesen régiek és vadonatúj. Ja, lesz nekem a szóló lemezemről is. Igen, meg közben megjelent egy szóló lemezem, arról is lesz. Hát ugye, igen, itt vannak szóró karrierek, igen, és ugye igen, a nagy igen, régi bandák. Dramaturgiailag hogy fog felépülni? Tehát össze-vissza játszatok, vagy esetleg időrendben a számokat? Időrend, van egy kis időrendiség, ez tény, mert ugye először a Hárdal kezdünk, ugye, ha bár nem, mert a Hárd az később volt, mint az Edda, tehát gyakorlatilag először a Zserbó kezdi el az ő részét, és aztán jövünk együtt. Mivel, hogy mi nagyon sok mindenben együtt voltunk közösen, azután a második részben lesz a zárt osztállyal együtt, de nálunk fellép például a Német Lojzi, ugye a Mihalik Viktorjon, aki a Bikiniben, amikor a Bikiniben játszottam, akkor még hát említsük meg a régieket is, ugye jön a régi dobos és a Fortuna Laci. A Fortuna Laci jön, tehát még a régi Miskolci Eldából, akkor a Zsöci, a Zselenc László, ugye a régi Miskolci volt. És a Hardban még voltak egy páran, igaz? Hát Borbé Zsolti, ő is dobott a Hárban. Szépen sikerül így azért a beszélgetésünk végére mindenkit összegyűjteni. Csak egy utolsó gyors kérdés, hogy tudjátok szám szerint, hogy hányan lesznek ott a koncerten? Mármint a színpadon? Hát most nem tudnék erre válaszolni, mert mondom őszintén. Nagyságrendileg? Hogy hányan lesznek a színpadon? Vagy a koncerten? Ja, a színpadon. Hát olyan 10-15-en biztos. 10-15-en, szép, hát ez nektek is meglepetés lesz. Van, és plusz a vendégek, hát akkor nagyon jó buli. Mondjuk azt, hogy ez a része meglepetés lesz, de ami biztos, hogy szeptember 25-én, ugye itt az A38 hajó lesz az életmű koncert. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és addig azért legyen majd meg a népsor. Köszönjük szépen!